2022. július 1-e van. Ez az a nap, amikor Heves megyében is először átadásra került az új formátumú rendszámtábla. Az új formátumú rendszámtábla az 4 betűből és 3 számból áll, megtalálható rajta Magyarország címere. Az előző rendszám a 3 betű és 3 számból álló formátum sajnos kifutott. Azért volt szükség az új rendszámtábla, új formátumú bevezetése, hogy ezeket tudjuk a továbbiakban is használni. A rendszám táblák kialakításának nagyon fontos szempontja volt, hogy ezen új 4 betű és 3 szám alkalmazásával nagyon hosszú ideig tudjuk ezeket alkalmazni. Nagyon fontos, hogy felmenő rendszerben fog bevezetésre kerülni az új rendszámtábla formátum. Ez azt jelenti, hogy az ügyfeleinknek nincs teendője, és nagyon fontos, hogy a gazdasági stabilitás megőrzése érdekében az elmúlt 13 évben nem történt változás az ide kapcsolódó költségekben. Továbbra is ugyanúgy 8500 forintért tudják ezt cserélni. Első körben az újonnan forgalomba helyezésű gépjárműveknél kerül ez alkalmazásra. Heves megyében általában egy évben hány új autót helyeznek forgalomba, és hány új rendszámtáblát igényelnek? 2021 évben Heves megyében közel 8500 rendszámtábla került kiadásra, 2022-ben az első 5 hónapban 3500 kiadása történt meg eddig. Hogy tetszik látni, ez 4 betűből és 3 számból áll, használják egészségből, és gratulálok. És legyen büszke rá, hogy ön az első, aki Heves megyében ezt használhatja. Büszke vagyok rá, hogy a szervizünkbe, vagy a márkakereskedésünkbe és szervizünkbe ez lesz az első autó, ami rajta lesz a rendszám. Kollégák mit szóltak, amikor kiderült ez, hogy az új autón új rendszám lesz? Örültek neki, és büszke voltak rá, hogy milyen lesz az első itt Tegerbe. Mennyire gyakran használjátok majd ezt az autót? Mennyire gyakran látni majd itt Tegerbe? Szerintem tesztautónak fogjuk, ez egy Ford Puma, egy új Ford Puma, kék színű. Mit szólsz az új rendszámtáblához, hogy egyáltalán újat vezettek be Magyarországon, ugye nem az a klasszik 3 betű 3 szám van? Jól néz ki, szerintem épp ideje volt újítani.